gyülekezetének tagjai. Rögtön azt szeretném elmondani, hogy számomra ez egy óriási öröm, mert én is azok között vagyok, akik évek óta tervezik, hogy ez létrejöhessen. Korábban, az elmúlt, mondhatom, évtizedekben, nagyon sokan szervezkedtek, sok mindent tettek. Most eljutottunk oda, hogy a nagymatárság keretében is összefogva kezdjük akkumulálni, összegyűjteni, egyre tenni a tudásunkat. Nagyon rövid szeretnék lenni, azt szeretném csak röviden elmondani, hogy nagyon sokan őrzünk emlékeket, tárgyakat. Az, hogy ez a nagyon szép szakma, a tudása fönnmaradja, nekünk kell érte tenni valamit, ezért sokan ezért próbáljuk összeszervezni ezt a csoportot, hogy egyrészt a tárgyainkat, a feldolgozása, másrészt a tudásunkat valahogy össze tudjuk tenni. Azért, hogy fönnmaradja. Ezt csak mi tudjuk megtenni, senki más. És azt hiszem, hogy kötelességünk is, meg egyre nagy élvezet is számunk. Egy szöbjektív elnyomást azt mondja, hogy nagy örömömre szolgál, hogy én itt a BMF-ben sok éve dolgozó tanár, amikor ide bejövök a terembe, és mondjuk dolgozott, vagy más óra van, ez a legritkábban fordul elő, hogy az első sor tele van. Mindig ott látom. Nem mint, hogy a félnének tőlem talán a diákok, de ez mutatja az attitűdöt. Ugye a pozitív hozzáállást, hogy önök akarják, azért vannak így, szeretnének ezt a körülményeket. Ők tudnak már, hogy már nem tudom. Annyit tudom, hogy dolgozom sok év óta, majd lesz egy 10 percig kis szakaszom, amikor néhány tárgyhoz kapcsolódó dolgot még elmondhatok. Most azt szeretném elmondani, hogy a főiskola nagyra értékeli ezt a szervezkedést, amit itt csinálunk. És ennek a jeleként két rektor helyettes is eljött, hogy önöket üdvözölje. Fodor János rektor helyettes úr, aki a tudományosság helyettes a főiskolának. A főiskolához szeretne egy pár szót szólni és önöket üdvözölni. Dr. Tik József, ő pedig az informatika rektor helyettese a főiskolának. Úgyhogy ennek a kifejezésekért jöttek el önöket üdvözölni. Mindenki ismeri Zsonati Bálintot, Bálint a motorja ennek a szervezkedésnek. Arra kért, hogy az első szekció első részében én kommentáljam folyamatosan és mutassam be a résztvevőket, és ezek után tudják, az lesz a mai programunk, hogy két részből fog állni ez a találkozó, aki tud, kérem maradjon a végéig. Az első részben tartunk egy leltárt, megnézzük, hogy hol tartunk. Tartunk után egy szövő szünetet, és a szünet után pedig hát megalakítjuk ezt a csoportot. Elkezdjük megbeszélni a munkatervünket, elkezdjük kiosztani a szerepeket, és elkészülünk arra, hogy ezt a szép munkát, az informatika és a számításnak a kultúrtörténetét feldolgozzuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és már is átadnám a szót Fodor Jánosnak, aki a tudományosság körétes a főiskolán. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntök mindenkit a főiskola nevében. Igazán nagy örömünkre szolgál és megtiszteltetés, hogy itt rendezi meg ez a társaság az alakuló ülését. Ugye a főiskola számtalan szállal kötődik és kötődött a múltban is a számítástechnikához, tehát a történetnek is bizonyos értelemben része. Azt nem tudom, hogy honnan szokás számítani a magyarországi számítástechnika kezdetét, de én olvastam egyszer, hogy talán Kempener Farkas munkáitól is vannak, akik számítják. Tehát én azért hoztam ezt elő, mert ha onnan számítanánk, vagy számítjuk, akkor éppen 240 éves az idén. Ezt egy 5 év, 6 évvel ezelőtti kiállítás megnyitójában olvastam, mármint úgy ezen hozzáadtam 6 évet is. Úgyhogy tehát a lényeg az, hogy mindegy, hogy honnan számítjuk, de jelentős volt, jelentős eredményekkel és nagyon fontos állomásokkal. Én nekem nem tisztem, hogy ezeken végigmenjek, önök ezt átérték és nagyon jól tudják, hogy mit történtek a különböző időszakokban. Ami a lényeg, hogy ahhoz, hogy az eszközök, illetve az arra épülő mondjuk szoftverek fejlődhessenek, gondolatokra volt szükség. Alapvető gondolatokat Neumann János fogalmazta meg, ez világszerte közismert, és nem véletlen nyilván, hogy maga a társaság, amelynek keretén belül létrejön ez a szakosztály, és a közös nevét viseli. A Neumann Társaság nagyon sokat tett azért, hogy a szakmai közösségek, a szakosztályok, munkaközösségek létrejöjjenek, illetve működjenek, eredményesen működjenek. Én magam is tagja vagyok egy ilyennek, tehát ezért nagyon jól tudom sajátom. Most Neumann nevéhez még csak egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy a mi informatikai karunk is az ő nevét viseli. Erre is büszkék vagyunk, és arra különösen, hogy ez volt az országban az első tisztán informatikai profilú kar.
mint ahogy a főiskola egyik jogerődjében, a Kandó főiskolán 70-ben alakult meg az első számítástechnika tanszék az országban, és ott indult el az első számítástechnika szak az országban. Tehát bizonyos értelemben, ahogy utaltam az elején is rá, nagyon is kötődünk ehhez a tanszékhez. Mai világon ugye mindenkinek az életét behálózza az informatika, fiatalok profi módon kezelik az eszközöket, mindenben nagyon otthon vannak, de nem biztos, hogy az alapokról, a háttérről eleget tudnak. Tehát én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból is nagyon fontos az a tevékenység, amit várhatóan ez a munkaközösség végez. És ha most itt az előtérben szétnéztek, a beáradó diákok azok még nem a mi diákaink, most van nyílta a Neumann karon. Én nagyon remélem, hogy közöttük már ott vannak azok, akik az önök méltó utódai lehetnek, és folytathatják azt a tevékenységet, amit önök eddig megtettek. Köszönöm, hogy meghallgattak, és az alapulésre nagyon sok sikert kívánok. Kérem, kedvességi kollégám, Katik Józsefet, hogy ő kívülzője a kar nevében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégiák, kollégám, mondhatnám azt, hogy régi kollégák és barátaim. Engedjék meg, hogy a Neumann János Informatika Kar nevében, úgyis mint a Karnegyi Intézet igazgatója, és úgyis mint a Főiskola Informatikai Vektorhelyettese, szeretettel köszöntsem ezt a mai alapuló ülést. Fontosnak tartjuk, és örülünk annak, hogy mi adhatunk otthont, mint főiskola, ahogy a vektorhelyettes úr említette, és mi kar adhatunk otthont ennek a mai rendezvénynek. Tulajdonképpen két szempontot emelnék ki, két aspektust világítanunk meg, hogy miért adjuk fontosnak. Azért, mert mi vagyunk azok részben Magyarországon, akik az utánpótlást képezik, akik az informatikai szakembereket képezik. Törekszünk arra, hogy színvonalas szakmai ismereteket adjunk át, tehát ez tulajdonképpen inkább a szak, a szóösszetevően szakot hangsúlyozza, és embereket is igyekszünk képezni. Ehhez hozzátartozik természetesen úgy, hogy a kívánt életben egy kicsit a történet, hozzátartoznak az szakmának az ünnepei, hozzátartoznak azok az események, ezeknek az ismerete, amelyek a mondjuk szűkebb értelemben magyarországi szakmai fejlődésnek, szakmai folyamatoknak voltak a megálló pontjai, állomásai, és igenis hozzátartoznak azok a kollégák, azok a szakemberek, akik Magyarországon nagy mértékben hozzájárultak a szakmai fejlődéséhez. Ahhoz, hogy megértsék a már, ahhoz ismerik el a holnapot. Aki nincs holnap, nem is jövődésnek. Ismerni kell azokat a régebbi folyamatokat, amelyek indukálták a mostani fejlődéseket. A képzés során mindig arra törekszünk, hogy érkezünk ezt is bemutatni. Néha direkt módon, néha indirekt módon. A direkt módon egy nagyon jó példa, dr. Kutor László kollégánk, aki hát már több mint 30 éve a karnak az oktatója, aki régóta fölkarolta ezt a mozgalmat, megszállotta szenvedéllyel, és nagyon magas szakmai színvonalon ápolja ezt a hagyományt, gyűjti az eszközöket, készíti a múzeumot, tárlókat, üzemeltet, és igyekszik a hallgatóknak bemutatni tematikusan, hétről hétre, egy-egy témakört, egy-egy példát a szakma fejlődésére. A másik aspektus, amit egy picit szeretnék rávilágítani, hogy úgy érezzük, hogy ebben az elmúlt 30-valahány évben, ugye itt a legtöbbhelyetes lennített, hogy 70, be lehet datálni az egyik jogerőnél, a Kandó főiskolánál. A számítástechnika tanításának a megindítását hivatalos formában, és Iván és Lajos nincs közöttünk, mert ugye ő volt a úttörője ennek az egésznek, ő harcolt a végig. Aztán 72 volt egy tanszék alakulási időpont, és így tovább szépen lassan követtük. Akkor ilyen rövidítéseken megyünk végig, amit mi végig csináltunk, ugye a Laci is már több mint 30 éve én is, végig csináltunk itt az oktatásban, és csak egy pár ilyen betűszót, ami mondjuk a biológusoknak nem mond semmit. Hívjon engem két órakor. Bezonál, hogy kezdtük annak idején az ELG 8-10-8-30 CPI-CPI-i, mint egy korszak, aztán ugye később volt olyan szerencsénk, hogy ERKOSZ-as számítóközpont, aztán távozott feldolgozás az ESTER rendszerrel, ahol az akkori telefonvonalakon próbáltunk kapcsolatot teremteni, a Tavaszmező utcával innen szolgáltattunk, hát mindig egy kaland volt és egy kihívás,
ugyanúgy, mint hogy az elbuszon az által mint egy bérszámfejtés a főiskolának a hónap végén mindig is felhozott ránk. És akkor még politikai kérdés volt, hogy lesz-e fizetés elején. Hát egy pár éjszaka ráment erre a dologra, de azt mondja, hogy mindenki már megélte annak idején. Aztán megjelentek az első ilyen kis, akkor még játéknak tűnő kazettás gépek, ugye ABC-80-ra gondolok a 80-as évek elején, aztán a AT-1080-Zero, ami egy magyarországi történet volt, és 80-as évek közepén valahogy beszereztünk Amerikából egy másik kultúrát, ugye ami csak két máshol hangzó jellem, ez a PC, és hát ez voltak ráint a bélyegét, az még nekünk 110 voltos sávkal volt, úgyhogy az első talat egy kapó volt hozzá, hogy működjünk Magyarországon is. És ez szépen lassan így fejlődött, aztán említhetjük a különböző technológiáknak a megfontosodását, a hálózatoknak a kialakítását, régen még 10 megabittel koaxon korváltoztunk, ugye, ami ma már hát egy régebbi, igen régi állapotnak tűnik, aztán megismertük a World Wide Web-et, akkor honlapot csináltunk, és mindezt szépen végigosztottunk a hallgatóknak. Összefonódva az iparral, összefonódva azokkal a barátokkal, kollégákkal, sokan itt is vannak, akik támogassák ezt az oktatást, de több mint 30 éven keresztül adjuk a számítástechnikának, majd már nem is így hívjuk, hanem informatikának, adjuk az informatikának a szakembereket. Tehát ez a mai alkalom nekünk is egy picit lehetőség arra, hogy számot vessünk, egy picit visszagondoljuk, egy picit visszavessünk arra, amit mi informatika, vagy számítástechnika, kar, képzőközponti az elmúlt időszakban végeztünk. Örülünk ennek a mai napnak, mert ahogy Kutya László is megfogalmazta, rég volt a tévelődik a gondolat, rég volt a tokos bölcs emberek összehajolva a gondolat, hogy kéne valami ilyet, és tettek is nagyon sokan lépéseket ebbe az irányba, és ma elérte, hogy mostanra elérte a kritikus tömeget, valahogy kibújjon a dolog, a gondolatokon túl, mától viszont benne, hogy ez már nem csak gondolat, nem csak beszélgetünk róla, hanem van, létezik. Hivatalos formában is. És én ehhez a születéshez, itt a születéskor kívánok nagyon sok sikert, és engedjék meg, hogy személyesen mindenkinek, mert most már szükségünk van rá, jó egészséget, mert az legyen a többit, mert elintézik magunk is. Úgyhogy még egyszer engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem Önöket a karnevében, és kívánjak eredményes mai konferenciát, tanácskozást, és utána még hosszú-hosszú ideig aktív közreműködést ebben a szakosztályban. Köszönöm! Szeretném kimenteni a kedves kollégáimat, nekik nagyon sűrű a programjuk, úgy alakították, hogy nyitó megfogítani, tudjanak nekünk is a sárkányban, nem egyik tiszteletlenségnek, csak bevonjuk se az egész napjukhoz. Köszönöm szépen a győzletet, és átadom a megfogítani, majd itt igyekszem segítkezni, mint tanács segédi kitokra. Köszönöm szépen, és kár, hogy elmentek a Pektőre helyettes urak, köszöntőjüket is szeretném megköszönni, és megemlíteni azt, hogy az informatikai rektor helyettes úr nevével én találkoztam akkor, amikor a mostani alkalomra felkészülve úgy nézegettem a visszaszámítógépes mozgalomnak a történetét, ahogy ő a Home Computer Clubnak a egyik alapító és nagyon aktív tagja volt, és a Primo két híveinek a közösségében most is aktívan működik. Úgyhogy ilyen kapcsolatok is van. No, hát akkor szeretném üdvözölni a megjelenteket, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan összejöttünk, és tulajdonképpen volt egy olyan probléma a szervezésnél, hogy hát, ha ennyi ember jön össze, akkor az ügylenék ilyen néptáblát a rendszeresíteni és ületületi terülőtök hívják. De most látom, hogy tulajdonképpen erre nem lehetünk a szükség, mert ismerősek vannak itt, és mindenki többé-kevésbé nem biztos, hogy elsőre, de azért valahogy sikerül. Hát remélem, hogy ezt tovább ilyen tudjuk folytatni. No, akkor most jön a bevezetés, amit nekem kéne mondani, és most
No, tehát amikor itt gondolkodtunk ennek a munkaközösségünk kialakításáról, akkor egyik első feladat az kellett volna, hogy legyen, de sajnos éppen az utolsó pillanatra maradt ennek a megfogalmazása, mert egy tisztességes szervezetnek kell, hogy legyen egy mission statementje, aminek egy jól kiérlelt, megfontolt szövegnek kell lennie, ahol minden szónak súlya van. Ez még nem az. Ez egy első közelítés, amit utolsó pillanatokban sikerült valahogy így összehozni, úgyhogy ezt így tekintsétek, és a egyik első feladat az kellene, hogy legyen, hogy megpróbáljuk ezt finomítani. De a egyik gondolat, ami ebben van, az az, hogy ez a munkaközösség, ez egy segítő társaság akar lenni, aki azokat a történeti tevékenységeket, amik tőlünk függetlenül különböző okokból folynak az országban, segíti a saját eszközeivel, és pedig azzal, hogy összehozza az embereket, meg vita lehetőséget biztosít, publicitást biztosít és ilyesmikkel, de nem szándéka az, hogy önálló ilyen történelmi kutatásokat kezdeményezzen, kezdeményezni csak-csak lehet, de vezetni meg és pláne finanszírozni nem tud, mert nem ez a feladata. És a másik ilyen nem, amire gondolni kell, az főleg nem az a feladata, hogy valamilyen ilyen legfelsőbb szervként állást foglaljon a történelemre vonatkozó vitás kérdésekben, amik nem kevesen vannak, hogy valamit ki csinált először, mi az, ami jó volt, mi az, ami nem volt jó, stb. Ezekben nem ennek a társaságnak kell állást foglalni, hanem segíteni azokat az objektív vitákat, amikben ez az állásfoglalás majd kialakul. Tehát ezt ilyen értelemben szeretném vitára bocsájtani, és majd a második részben a munkaterv kapcsán erről lehet majd eszméket cserélni. A következő néhány szó, hogy hogyan történt ennek az egész dolognak az előkészítése. Arról volt szó, és még mindig van, hogy ennek a munkaközösségnek, mint minden nagyon szakmai közösségnek kell, hogy legyen egy honlapja. Ez még nem jött össze, de folyamatban van az, hogy ilyet csináljunk. Ennek pótlására csináltuk azt az Excel táblát, amit valószínűleg többen már le tudtatok tölteni a Neumannak a honlapjáról. És majd aztán meg is fogom mutatni. Amiben megpróbáltunk összeszedni minden olyan információt, ami itt az előkészülethez érdekes, a meghívónak a szövege fönt van, a előadásoknak a programja, tehát az, ami ezen a zöld található, a munkatervből néhány ötlet, ami egyik felvetődött, és mindezeknek az annotációi megfelelő hiperlinkekkel ellátva. Tehát ez a tudásbázis munka, amit tetszik, és ehhez ezt igyekszünk állandóan bővíteni, és egy időnként felkerül a Neumannak a honlapjára, amíg nincs meg a saját honlapunk, illetve a legkisebb változat az egy kísérleti állapotban lévő felhőszolgáltatás segítségével a fényképemen keresztül állandóan frissítve felkerülheti. Erről a címről ezzel a jelszóval elérhet. Ebben az előkészítő munkában itt felsorolt kollégák vettek részt,
ABC rendben, közülük Rafai Mária kimentését kérte, mert külföldön tartózkodik, de a további önmagú is aktívan és kiderülőben. Akkor most mit nyomják meg? Jó. Na, de hát, mint ahogy szó volt róla, az első részben fogunk egy leltárt csinálni azokról a tevékenységekről, amik jelenleg folynak a számítástechnikai történet területén az országban. Nem teljes a leltár, mert van olyan dolog, amiről hallani fogunk, amiről én is a múlt héten hallottam először, és nyilván van olyan, amiről még nem tudunk. De minden esetre egy elég interesszív lista lesz, majd megláthatjátok itt a programban. De mielőtt erre rátérnénk, szeretném bemutatni néhány olyan előzményt, ami a számítástechnika történet szempontjából történt a korábbi években, és érdemes róla tudomást venni. A kiindulásnak Szent Iványi Tibor 94-ben megjelent tanulmánysorozata tekinthető, ami egy jó áttekintést ad. 97-ben jelent meg Rafai Mária könyve. A első és majdnem egyetlen angol nyelvű publikáció a magyar számítástechnika történetéről Szentgyörgyi Zsuzsától származik, a Annals of History of Computing 1999 évi számában, itt látható. No, a Rafai Máriának a interneten is elérhető anyaga látható 2000-ből, TPA-ról jelent meg egy érdekes könyv, és egy kicsit Patuk tojásra nem olyan régi, mint a többi, de érdekes, mert az M3-ból viszont az egyetlen eddigi angol nyelvű publikációval győződött, sikerült megírni a múlt évben második helyes. Jó, no, tehát ezek az előzők. Valószínűleg ez is ugyanúgy nem teljes, mint a másik, amit mondtam, akkor most ezek után kezdjük a programot, ahol... Na jó, akkor ez, ami ezen az öndön található. Itt most 8,5 rövid előadás fog következni, és annak érdekében, hogy a már megélő negyedórás késésünk az ne sokkal növekedjék. Én arra szeretnék kérni minden előadót, hogy a maximum 10 perces szövegelési időt azt szívesedjék betartani, és ha neki tenni valója van, akkor azt még mielőtt arra kerülne igyekezzen. Első Kovács Győző, nincs neki tenni valója, csak szövegelési. Miről beszélek? Én ezt kollégákat kérdezem, mert mindenki föltette a fejet, aki akar prezentálni. Mert amíg a Győző beszél, az ötől lehetne. Ha nem, akkor. Szemedve a másikat, te a másik esetre. Annak a történelmi pillanatnak lehettek a tanulói, hogy én 10 percig fogok